Átadták a zöld tábor megújult főépületét és a pumpapályát a csónakázótónál. A horvát-magyar turisztikai attrakciófejlesztés összköltsége 486 millió forint volt, ebből a nagykanizsai projektre 154 millió jutott. A szombati avatás után kerékpáros családi napot tartottak a szervezők. A projekt záró rendezvénye egy konferenciával indult szombaton, ahol bemutatták a már megvalósult fejlesztéseket. Mint azt Ciráki Nép, a Kulár Judit, a Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője elmondta, a kerékpáros fejlesztés részeként egy jó pár évtizede esedékes felújítást pótoltak. Kerékpáros szolgáltatásokat telepítettünk ide a projekt keretében, teljes egészében megújulhatott ez az épület, megtartja az eredeti funkcióját is, tehát a nyári időszakban, illetve az őszi-tavaszi időszakban fogadja az általános iskolás gyerekeket erdei táborozás, illetve nyári táborozás céljára is, de a kerékpáros funkciókkal az itt kerékpározó számos kerékpáros csapatnak, illetve az ide érkező kerékpáros turistáknak is otthon tud adni. Horvát részről két szervezet vett részt a projektben, Strigova önkormányzata, valamint az ottani turisztikai hivatal. Az együttműködés a felek részéről zökkenőmentes volt. A horvát partnernél egy kilátó épült, valamint egy turisztikai informatikai központ létesült a programnak köszönhetően. Ezek a pályázatok főleg az Interregben nagyon sokoldalúak, és nagyon jó az együttműködés. Főképpen azért, mert mindkét félnél a sport, a biciklizés, a víziturizmus területén megvalósíthatók a fejlesztések. Tehát mindkét régióban közös a cél. A záró konferencián Nagykanizsa polgármestere az ezer éves horvát-magyar együttműködést méltatta. Gondi Zoltán tanácsnok pedig a projektnek köszönhetően megépült pumpapálya előnyeit hangsúlyozta. Az eseményen az is elhangzott, a kormány 110 másik ehhez hasonló programot támogatott. A pumpapálya és a látogatóközpont átadását családi kerékpáros nap kísérte.